Szeretettel köszöntöm kedves közönségünket a 2016-17-es tanév évzáró ünnepségén. Köszöntöm növendékeinket, tanárainkat, a kedves szülőket, a megjelent kerületi és szakmai vezetőket és minden kedves zenebarátunkat. Külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm körünkben Kőszegváros fúvós zenekarát, akiknek a fantasztikus és különleges műsorát a koncert második felében hallhatják. Iskolánk növendékei a koncert első felében elhangzott műsor után vehetik át bizonyítványukat tanáraiktól az iskola termeiben, vagy itt az udvaron a kiírt rend szerint. Tehát mutatnám, itt vannak a kottatartók, és a kottatartókon a bejáratnál, a faépületnél, meg itt is van azt hiszem egy kottatartó, és ide vannak kiírva, hogy melyik tanár melyik teremben adja át a bizonyítványt. És az épületben csak is itt a középső bejárón lehet majd bemenni, vagy hátul. Ott hátul lehet fölmenni. Első műsorszámként iskolánk ütőegyüttesét hallhatták, Fiers Tünde és Szabó György játszott, felkészítő tanáruk Centgráf Benjamin Mátyás volt. Most kérem, hallgassák meg szeretettel a Botond improvizációs tím műsorát. Felkészítő tanár Botond Gyula. Thank you.
közönség van. Ma délelőtt tartottuk meg évzáró ünnepségünk első részét a Vigyázó Sándor Művelődési Házban. A művészetekkel a Jövő Emberéért Egyesület által tavaly megalapított Bartók Béla díjat is itt adtuk át, melyet a Bartók Béla Kuratóriuma adományoz minden évben egy növendéknek és egy pedagógusnak éves teljesítményük alapján. Engedjék meg, hogy ismertessem a jelölteket és a díjazottakat. A szakmai munkaközösségek az idei évben a következő tanulókat jelölték a Bartók Béla díjra. Akkordikus tanszak Elek Márton, billentyűs tanszak Ézsiás Dorka Panna, fafúvós tanszak Horváth Karajz Júlia, jazz tanszak Gyöngyösi Ádám, népzene tanszak Terjék Levente, részfúvós tanszak Pusztaszeri Bence, társművészeti tanszak Tóth Borbála Sarolta, vonós tanszak Massányi Péter, zeneismeret, vokális tanszak Horváth Karajz Júlia. Tisztelt közönség! A 2017. június 9-én megtartott kuratóriumi ülésen a szakmai indoklások alapján titkos szavazással a Bartók Béla díjat Terjék Levente kapta. Levente iskolánk végzős, tárogató főtanszakos népi énekfakultációs növendéke, tanárai Margetán Máté és Leskó Deli Tercia. Szívből gratulálunk! A 2016-17-es tanévben a szakmai munkaközösségek a következő pedagógusokat jelölték Bartók díjra. Akkordikus tanszak Mirák József, billentyűs tanszak Gáspár Rita, fafúvós tanszak Németh Hajnalka, jazz tanszak Gyárfás István, népzene tanszak Leskó Deli Tercia, részfúvós tanszak Szász Zsolt, társművészeti tanszak Renge Györgyi, vonós tanszak Gulyás Gabriella és zeneismeret vokális tanszak Décsi Magdolna. A 2017. június 9-én megtartott kuratóriumi ülésen a szakmai indoklások alapján titkos szavazással a díjat Gáspár Rita kapta. Gáspár Rita a billentyűs tanszak vezetője, innovatív kezdeményezéseért, aktív pedagógusi és előadó művészi munkájáért, az iskoláért végzett áldozatos és elhivatott munkájáért kapta meg az idei Bartók Béla díjat. Szívből gratulálunk! Hagyományainkhoz híven most szeretnénk az idei tanév legeredményesebb tanulóinak egy-egy oklevéllel és ajándékkal megköszönni, hogy elkötelezett munkájukkal öregbítették iskolánk jó hírét. Megkérem Továriné Perémi Borsolya intézményvezetőt, hogy adja át a jutalmakat. Kérem, aki hallja a nevét, fáradjon ki és vegye át az oklevelet és az ajándékot. A zeneművészeti ág tanulóival kezdünk, azon belül is a népzenével, hogy legyen idejük felkészülni a következő műsorszámra. Először színpadra szólítom a Vadalmák Citera zenekar és népi énekcsoport tagjait, akik a Tiszán innen Dunántúl népdaléneklési verseny kerületi és budapesti fordulóján is kiemelt arany minősítést szereztek, az országos döntőben pedig ezüstdíjat nyertek. Ezen kívül a 8. országos népzenei versenyen ezüst érmet nyertek. A Fehér Galamb országos verseny válogatóján kiemelt arany, az országos döntőben ezüst oklevelet szereztek. Az együttes tagjait szólítom, jöjjenek fel, és közben ismertetem azt a sok díjat, amit még ezen kívül nyertek. Benkó Emese, most mondom név szerint, várjátok, hogy tetszik. Benkó Emese,
tanára Leskó Deli Tercia, a Tiszán innen Dunántúl népdaléneklési verseny kerületi fordulóján kiemelt arany, budapesti fordulóján ezüstérmet nyert Kelemen Annával közös duettjével. Cseppei Dóra, Cucor Petra és Kelemen Anna fáradjon a színpadra. Ők hárman énekcsoportként. Kérek mindenkit, akinek a nevét szólítom, arra jöjjön fel, jó? Azon az oldalon, hogy sokkal szebb és nyugalmasabb. Tehát a három versenyző, ők hárman énekcsoportként aranyok levelet szereztek a Tiszán innen Dunántúl kerületi versenyen, kiemelt aranyat a Fehér Galamb válogatóján és bronz oklevelet az országos döntőben. Aranyoklevelet kaptak a második Nincs Márta országos népdaléneklési versenyen. Kelemen Anna citerásként is részt vett a Fehér Galamb versenyen, ahol a válogatóban kiemelt arany, az országos döntőben ezüst oklevelet szerzett. Horváth Lívia Sára szintén a Vadalmák tagjaként öregbítette iskolák hírnevét. Másik oldalról gyere. A további népzene tanszakosok, akiknek szeretnénk megköszönni a tanévben nyújtott eredményes munkáját, majd a következők lesznek. Albert Emilia, tanár a Leskó Deli Tercia, a Tiszán innen Dunántúl népdaléneklési verseny kerületi és budapesti fordulóján is kiemelt arany, országos fordulóján ezüstérmet nyert. Albert Emilia, itt van? Négy is, jó. Antal Balázs és Cucor Barnabás jöjjenek a színpadra. Kiemelt aranyat nyertek a Fehér Galamb válogatóján, és ezüst oklevelet az országos döntőben. Citerásokként. Benkó Boglárka, tanár a Leskó Deli Tercia. Benkó Boglárka a 8. országos népzenei versenyen szólóének kategóriában, valamint a Vadalmák együttes tagjaként is ezüst érmet nyert. Bójai Lilla, a Tiszán innen Dunántúl népdaléneklési verseny kerületi fordulóján ezüst oklevelet kapott, a második Nincs Márta országos népdaléneklési versenyen szintén ezüst díjat nyert. Tanára Leskó Deli Tercia. Citerásként kiemelt aranydíjat kapott a 10. Fehér Galamb versenyen válogatóján, majd bronzérmet szerzett az országos döntőben. Murányi Borbála készül. A Tiszán innen Dunántúl népdaléneklési verseny kerületi fordulóján kiemelt arany, budapesti fordulóján ezüstérmet nyert, a második Nincs Márta országos népdaléneklési versenyen ezüstdíjat nyert. Tanára Leskó Deli Tercia. Márta Anna, tanára Leskó Deli Tercia, a 8. országos népzenei verseny ezüst oklevelet ezen a versenyen. Szólóinak kategóriában, és a Vadalmák ének együttes tagjaként is ezt kapott. Vági Edina, a 8. országos népzenei versenyen bronz érmet nyert. Felépésre és folytatjuk a díjkiosztót. Bánhidi Laura, iskolánk Fukola kvártettjének tagjaként ezüstdíjat nyert a 6. Bántai Vilmos budapesti Fukola versenyen. Felkészítő tanára Répi Katalin. Boros Botond, tanára Benk Ágota. 3. díjat nyert a 3. Köles István országos szaxofon versenyen. Erdész Boróka, iskolák Ugola kvártettjének tagjaként ezüst díjat nyert a 6. Bántai Vilmos budapesti Ugola versenyen. Felkészítő tanára Réfi Katalin. Gedeon Anna,
tanára Dicsi Magdolna, a 12. országos Kodály Zoltán szólpés és népdaléneklési verseny budapesti válogatóján ezüst oklevelet harmadik helyezést kapott. Gedeon Sára, tanára Krajcsikné Endrédi Zsófia, az esztergomi 7. országos hangjegykártya versenyen harmadik helyezést ért el. Horváth Karajz Júlia, tanára Dicsi Magdolna, a 12. országos Kodály Zoltán szólfés és népdaléneklési verseny budapesti válogatóján kiemelt arany oklevelet kapott és első helyezést ért el. Ugyanezen döntőben külön díjat kapott a hibátlan írásbeliért. Ezen kívül iskolák Fugola kvártettjének tagjaként ezüst díjat nyert a 6. Bántai Vilmos budapesti Fugola versenyen, felkészítő tanára Réti Katalin. Horváth Karajz Viktória, tanára Dicsi Magdolna, a 12. országos Kodály Zoltán szólfés és népdaléneklési verseny budapesti válogatáján arany oklevelet kapott, második helyezést ért el. Ezen felül iskolák Fugola kvártettjének tagjaként ezüst díjat nyert a 6. Bántai Vilmos budapesti Fugola versenyen, felkészítő tanára Réti Katalin. Knatkowski Emese, tanárai T. Baranyi Krisztina és Dicsi Magdolna felvételt nyert a Weiner Leo Zeneművészeti Szakközépiskola magánének tanszakára. Gratulálunk! Miskolci Katalin, tanára Bent Ágota, első díjat nyert a 3. Köles István országos szakszofon versenyen. Molnár Eszter, tanára Krajcsikné Endrédi Zsófia, a 12. országos Kodály Zoltán szólfés és népdaléneklési verseny budapesti válogatóján vett részt. Szél Viktória, tanára Bent Ágota, második díjat nyert a 3. Köles István országos szakszofon versenyen, valamint 3. díjat kapott a 3. országos szakszofon versenyen Pumázon. Adónkat a társművészeti tanszakokkal folytatjuk, elsőként színházművészeti ággal, tanáruk Váradini Szép Emese. Kúros Ádámot kérem a színpadra, a kerületi prózamondó versenygyőztesen sok-sok rendezvény szereplője, régi, most végzős növendékünk, aki alapvizsgát is tett, most pedig felvételt nyert egy drámatalkozatos középiskolában. Karolina, régi, jelenleg végzős növendékünk, szintén drámatagozatos középiskolában folytatja a tanulmányait, a tanszakunkon segédrendezői feladatokat is ellátott. Weber Kitti, az idei vizsga előadás dalszövegeit ő szerezte. Alapvizsgát tett előadásainknak rendszeres főszereplője, a kerületi prózamondó verseny győztese. Csaba, végzős növendékének tanulmányait a Szerb Antal gimnáziumban folytatja. Előadásaink főszereplője, alapvizsgát is tett. Grédics Bianca, előadásaink főszereplője, végzős növendékünk, drámatalkozatos középiskolában folytatja tanulmányait. Bősz Miranda, régi végzős hallgató, neki is szeretettel köszönjük meg a munkáját. Frank Emese következik, ő is drámatagozatos középiskolában nyert felvétel, még ha nem is folytatja tanulmányait, most végzős, aki első osztályos kora óta tagja a társai színpadon. És végül Völgyesi Zsoltot kérik a színpadra, az idei Kazinci verseny első díjasa. Következnek a balettanszak növendékei. Előtte hadd mondjam el, hogy május végén rendezték meg a 6. országos klasszikus balettversenyt. Erre a versenyre 3 évente kerül sor. Iskolánk balettanszaka nem sok díjat hagyott a többi tanulónak.
A következő elismeréseket hozták el öregvitvén iskolánk jó hírét. Az egyes első korosztály csoport kategória első helyezés. A második korosztályban szóló kategóriában Rich Csenge második helyezést ért el és külön díjat kapott a klasszikus balettechnika kiemelkedő kivitelezéséért. A harmadik korosztály szóló kategóriájában Türmer Nikolett első helyezést ért el. A harmadik korosztály csoport kategóriájában pedig első helyezést értek el a balettosok. A legeredményesebb iskoladíjat is elhozták a számunkra, illetve Renge Györgyi megkapta a legsikeresebb balettmester díjat. Gratulálunk! Elkészítő tanárok és koreográfusok Jessica Karula Léon, Németh Luca, Renge Lidia, Renge Györgyi és Szabó Vivien. Versenyzőink Belajanne Najoa, Cselili, Csermely Réka, Havas Anna, Kátos Anna, Molnár Anna, Pap Veronika, Liz Csenge és Türmer Nikolett. A délelőtti ünnepségen megkapták már a jutalmukat azok a kis táncosok, akik felléptek az ottani műsoron. Most a többieket szeretném név szerint szólítani. Liz Csengét kérjük szépen a színpadra. Türmer Nikolett, Belajan Najoa, Molnár Hanna, Csermely Réka, Cseh Lili és Kákos Anna. Őket kérjük szépen a színpadra, hogy aki itt van. Szívből gratulálunk! Az országos versenyen elért sikereim mellett hadd számoljam be arról, hogy szeptembertől a Magyar Tánc Művészeti Egyetem gyakorló helye lesz iskolán. Azaz, az egyetem hallgatói, amik klasszikus balett tanszakunkon fogják elsajátítani az alapokú tanítás módszerét. Jó helyre jönnek, évvégi balett előadásaink szinte egyedülállóak az országban. A tanszakunkon kidolgozott módszerek és tantárgyi struktúra mintát jelent az a szakma számára. Így a 2016-17-es tanév lesett tanszaka a balettanszak, és Renge Györgyi tanárnő most elfáradt a színpadra. Köszönjük szépen, és vegye el az elismerő levelet. Gratulálok! Szeretettel! Most kérem, hogy tekintsék meg iskolánk néptánc és népzene tanszakának műsorát. A Málinkók néptánc együttes Szatmári Mulatság című produkcióját tekinthetik meg, majd ezt követi az Arany Málinkó hagyományőrző néptánc együttes műsora, melynek címe a Lapádi Nádas Berek, ott terem az ügyes gyerek. Thank you.
mutat engem, mutat az út. Ne csalog a sengem, mert utcán szeretek téged, szeret engem még más is, nálad lesz a virág. Thank you.
Nagyon szépen szerepelt az országos nagybődő találkozón, ezen kívül a Bartók napokon és a pedagógus napi ünnepségen is. Gratulálunk! Tanára Krajcsikné Endrét és Ófia. Mielőtt díszvendégeinket bekonferálnám és megkezdődne a bizonyítványosztás, szeretnék gratulálni a néptáncosoknak, és egyben még egy utolsó oklevelet szeretnénk átadni. Iskolánkban ez most már egy hagyomány, hogy minden évben a legeredményesebb együttesnek gratulálunk és oklevelet adunk át. Ebben a 2016-17-es tanévben a Málinkók Néptánc Együttes lett a legeredményesebb együttes. Gratulálunk nekik! És hallgassák meg vendégeink Kőszegváros Fugos zenekarának műsorán. Megköszönjük figyelmüket a konferáló Décsi Magdolnán. Jó pihenést kívánok a nyári szünetre.
nem az Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
akadályok vannak, virágszak. Kedves közönségünk, kedves kőszegi zenekar, még egy év se telt el azóta, hogy mi kőszegen voltunk, egy kulturális csere keretében kerültünk oda, ez a kedves zenekarhoz és vezetőikhez. Egy nemzetközi fúvós találkozón vettünk részt, tavaly szeptemberben, valamint egy nagy szüreti mulatságon is. Most nagyon nagy öröm számunkra, hogy ellátogattak hozzánk, és viszonozták a tavalyi látogatásunkat, és szeretnénk, ha ezzel kapcsolat tovább gyarapodna és erősödne, és még sokáig tartana. Egy kis szerény ajándékkal szeretnénk kedveskedni a zenekar két vezetőjének, az elnök úrnak, Gyuri barátomnak, és a karnagy úrnak, Miklós barátomnak. Kedves Csaba, kedves igazgatóasszony, elnök úr, helyettes karnagy úr. Összegváros koncertfúvó zenekara nevében szeretném megköszönni a meghívást. Nagy örömmel jöttünk, hiszen a Rákosmente fúvó zenészei kiváló produkciót csináltak Kőszegen, és hát ahogy Deli karnagy úr mondta, jól érezték magukat, és bízom benne, hogy ez így is van, mert hogy hamarosan viszont látogatnak Kőszegre. Kőszegen bizonyára nagyon sokan jártak már önök közül, de bátorítom önöket, hogy még többen jöjjenek, mert hogy van sok-sok nyári program, akár a természetjárás vonatkozásában, akár kulturális program, és hát közbe-közbe Kőszegváros koncertfúvózenekara elég sűrű a térzenéket, hogy csak a júliusiakat mondjam, július 13-án, július 21-én, július 28-án a Jürisics téren, illetve 29-én majd föl a 7 forrás pikniken is, ahol remélem, és bízom benne, hogy a Rákosmenti fúvózenekar, akik ott tartózkodnak éppen Kőszegen, ők is megtisztelik majd a 7 forrás pikniket jelenlétükkel. De hogy ne szaporítsam a szót, hoztunk egy kis muníciót magunkkal, szeretném bemutatni városunkat, illetve szeretnénk bemutatni néhány olyan terméket, ami bízott benne, hogy elnyerjük majd az önök tetszését. Engedjék meg, hogy a hölgyekkel, vagy a hölgyel kezdjem, igazgató asszony Továriné terénőmosulja. Asszonynak hadd köszönjük meg, hogy itt lehetünk, és kérem fogadja szeretettel tőlünk a Mirokő Naplópár termékét, egy kiváló csúszárcsokkot. Szeretném Erszabó István elnök urat megprezentálni egy kiváló kőszegi borral, nem jár, sokan tudják, hogy Kőszeg régen is egy történelmi borvidék volt, most egy kicsit kisebb maga a terület, de ettől függetlenül 10 pincészet palackozza a borai, és hát ebből szeretnék egy ilyen prezentációt átnyújtani, mégpedig a Jagodics pincészetnek egy kiváló blaubürgerét. Miután a kedves kollégák voltak szívesek megemlíteni, hogy Kőszegváros fúvózenekara tavaly ünnepelt a 150 éves évfordulóját,
ennek emlékére közében a spórdenekar a 150 éves címmel kiadtunk egy történeti hitelességű könyvet. Szeretnénk, hogyha ezt is elfogadná az előtt. És hát akkor a szakmabélieket Balogh Lázár úrnak prezentáljuk meg szintén egy kiváló kőszegi borral, és ha igaz, akkor egy Jurisics vére küvét hoztunk. Ez azért is rendkívül fontos, mert az egyik ütős kollégám, Stefanics Pincének a produkció, ő is rendkívül egy betegsége miatt, de nyilván ő is szeretettel nyújtaná át ezt a kiválót. És hát kedves közönségünk, kedves közszegi barátaimnak is mondom, egy kiváló embert ismertünk meg a vendéglátó karmagyar személyében. Deli Csaba úr akkora sikert ért el Kőszegen, ezt tessék elképzelni, hogy akárhol fölléptek, egyrészt nagy közönség fogadta a zenekart, másrészt pedig, amikor benne a sátorban, hát olyan 1000 fő körülbelül, tombolta végig a szüveti fúvósót, akkor bizony nagyon örültünk neki, hogy egy olyan kiváló fúvózenekart ismerhettünk meg, mint az önöké, mint a tietek, Csaba, és bízom benne, hogy valóban hosszú távú lesz ez a kapcsolat. És hát szeretnénk ezt alátámasztani azzal, hogy szeretnék átadni neked egy, és a zenekarnak természetesen, egy kiváló könyvet, ami Kőszeget mutatja be három nyelven, színes fotókkal és egészen kevés leírással, tehát inkább a tépeket mutatjuk. Aztán szintén egy a zenekar történeti bemutató könyvet szeretnék átadni, és hát miután a karnagy nekünk egy szent ember, ezért Kőszegváros barát is, és a Jurisics vére küvét is szeretnék átadni a Csabát. Kőszegen, júniusban. Nem hallottam.